A digitális tananyagok ennél a témánál azért hasznosak, mert több hétköznapi példa elemzése lehetséges, amely más módszerrel nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg. A diákok egyénileg dolgozhatnak, interaktív animációkon keresztül ismerhetik meg a helyzeti energia fogalmát és tulajdonságait. A diákok a feladatok megoldásához a Realika digitális foglalkozás gyűjtemény egyik leckéjét használják. Mai alkalommal a helyzeti energiával fogunk foglalkozni. Mielőtt elkezdenénk megismerkedni velem, ismételni szeretnék pár dolgot, a munkával kapcsolatban lenne pár kérdésem. Mégpedig, mikor beszélünk fizikai értelemben munkáról? Tehát első kérdésem, hogy mikor beszélünk fizikai értelemben munkáról, ki tudná nekem megmondani? Erőhatására elmozdul. Hogy tudjuk ekkor kiszámítani ezt a munkát? Mondjad, Xenia. Erőirányának elmozdulásával. Tehát az erő irányába eső elmozdulással. Jó. Fel tudná nekem valaki sorolni csak egy-két típusát, hogy munkavégzéssel, milyen típusú munkavégzéssel találkoztatok korábban? Gerda? Emelésen végzett munka, gyorsítás közben végzett. Igen, és? Jó. Na akkor, a következő dolog, amivel fogunk foglalkozni, ez a helyzeti energia lesz. A feladatotok a következő, megnyitjátok a Sulinet oldalán, a Celebrate tananyagnak fogjuk megnézni az egyik animációját. Következő kísérletet látjátok itt. Van egy súly, amit két csigával mozgathatunk. Ennek a csigának a segítségével tudjátok felemelni a súlyt. Ennek a csigának a segítségével tudjátok majd elejteni a súlyt. Az a feladatotok, hogy különböző magasságokban nézzétek meg, hogy mi történik a csigával. Mindenkinek megvan a gépen a honlap, és akkor kérnék valakit, aki a táblánál is bemutatja nekünk. Gerda? Jó. Próbáld meg úgy, hogy felemeled. Ha valaki úgy gondolja, hogy nem megfelelő magasságba emelte, akkor lent a visszanyalacska segítségével újraindíthatja az egészet. Jó, figyeljétek meg közben, hogy mi történik a sárga cölöppel, tehát hogy változik attól függően, hogyha különböző magasságba emelitek a súlyt. Jó, tehát volt egy maximálisunk. Nagyon jó, próbálj még egy olyat, Gerda, légy szíves, hogy mondjuk félig emeled fel a súlyt. Jó, és közben vizsgáljátok meg, hogy mi történik. Remélem mindenki koncentrált rá, hogy mi történik a kis sárga fölöttel. Köszönöm. És van itt egy kérdés, hogy függ-e vajon a súlynak a magasságától. Ez lesz a mi kérdésünk is, hogy függ-e a súly magasságától, hogy milyen mélyre veri a cölöpöt a földbe. Jó? Azt kérem, vegyétek kezetekbe a Szenteút. Elindíthatom most már a szavazást. És mindenki a megfelelő választ üsse be, amiről úgy gondolja, hogy helyes. Jó, úgy látom már 6 válasz érkezett, és meg tudjuk ugye közben nézni, hogy ki az, aki még nem adott. Ó, már Xenia is megvan. Nagyon jó, megvan. Mindenki megvan? Xeni, sikerült? Még tőled várunk egy választ. Jó, jó magasra. Sikerült? Rendben. Na, akkor nézzük meg az eredményünket. Ó, hát nagyon ügyesek vagyunk. Úgy látom, ez sikerült az ábráról leolvasni. Látjátok, hogy mindenki jó választodott, ugye a helyes válasz igen. Tehát függött attól, hogy milyen magasra emeltük a súlyt. Nyilván ez azt jelenti, hogy a súly, ha magasabban van, akkor a magasság meghatározza azt, hogy mekkora energiája lesz. Nézzük meg, hogy pontosan mi az, amit tudunk itt a helyzeti energiáról. Próbáljuk meg számszerűen is megvizsgálni. Megnyitjátok a Realika honlapját. A hármas foglalkozásnál először is egy animációval fogjuk kezdeni. Ezt együtt meghallgatjuk. Ahhoz, hogy egy könyvet a földről felemeljünk, és az asztalra tegyünk, munkát kell végeznünk. Ehhez a könyvnek energiát kell átadnunk, ami a végzett munkával egyenlő. Vajon az asztalon lévő másik könyvnek is van energiája? Ha ledöntjük a könyveket az asztalról, energia szabadul fel. Vagyis szükségképpen a másik könyv is rendelkezett energiával.
Ez természetesen bármely az asztalon lévő tárgyra igaz. Ezért minden testnek energiát tulajdoníthatunk, amely függ a földfelszín feletti magasságától. Ezt hívjuk potenciális vagy helyzeti energiának. A helyzeti energia azzal a munkával egyenlő, amely ahhoz szükséges, hogy a testet adott magasságba juttassa, és kiszámítható úgy, hogy a test MG-súlyát megszorozzuk azzal a H magassággal, ahol a test található. Ha tudjuk, hogy a test súlya, a tömeg és a gravitációs gyorsulás szorzata, megkapjuk, hogy a helyzeti energia M-szer-G-szer H-val egyenlő. Jó, tehát amilyen tapasztalatot leszünk ebből, ki tudjuk most már számolni a helyzeti energiát, mégpedig ezzel a módszerrel, hogy a test súlyát megszorozzuk az adott magassággal. Nézzünk meg erre egy példát. Ha tovább kattintotok a B részére, akkor találunk egy olyan feladatot, ahol polcokon kell elhelyezni tárgyakat, és az a feladatunk megvan adva a testnek a helyzeti energiája, tehát ha ráviszitek az egeret az adott testekre, találtok itt könyvet, egy palackot, lámpát, macit, tévét, meg tudjátok nézni, hogy a helyzeti energiája, ha rámentek az egérrel, akkor mekkora, illetve a tömegét adja meg. Ebből kell kiszámolnunk, hogy vajon a polcon hol helyezkedhet el. Jó, kérek valakit, aki segít nekem itt a táblánál, többiek pedig önállóan próbálják meg a helyükön. A megfelelő jössz, Melinda, rendben, gyere. Tehát próbáljátok meg helyeteken felpakolni a tárgyakat a megfelelő helyre. Jó, Melinda rákattintott a macira, látjuk, hogy mekkora a helyzeti energiája. Jó. Melinda, el tudnád nekünk mondani, hogy gép ugye jelzi, hogyha valamit nem jól csináltunk. Hogy számolod ki, a, hogy milyen magasan lehet? Megszorozom 10-et. Igen. És ezeket elosztom 10-et. Nagyon jól sikerült. Még próbáljuk meg egy-két tárgyat felhelyezni. Na, ez még ott nem sikerült a lámpánk. Nagyon jó. Jó, köszönöm, ennyi elég is lesz. Az lesz otthon a feladatotok, hogy ha behozzátok ezt a honlapot, próbáljátok meg minél több ilyen tárgyat felhelyezni, és majd a füzetbe írjátok már le, hogy mi az, amit sikerült, mekkora a helyzeti energiája volt, és mekkora volt a testnek a tömege. Jó. Négyes oldalra ugorjatok a realikában. Még egy animációnk lesz, amivel foglalkozunk. Ugyanis eddig azt néztük, hogy hogy tudjuk kiszámítani a helyzeti energiát. Az asztalon fekvő könyv helyzeti energiája 4 joule. Ha letesszük a földre, akkor helyzeti energiája 0 joule lesz. Mi történik a könyv energiájával akkor, ha az első emeletről levisszük a földszintre? Logikus azt gondolni, hogy az energia negatív lesz. A földszinten lakó ember azonban úgy számolja, hogy a fölötte lévő szobában a padlón fekvő könyv energiája nem nulla, hanem 12,5 joule-al egyenlő. És ha a könyv az asztalon van, akkor energiája 16,5 joule. Kinek van igaza? Ez nem olyan lényeges kérdés, mivel a gyakorlatban csak a helyzeti energia megváltozása, és nem pedig az energia abszolút nagysága érdekel minket. Láthatjuk, hogy mindkét megfigyelő egyetért abban, hogyha a könyvet a földről az asztalra helyezzük, akkor energiája 4 joule-ral növekszik. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy melyik szint a kiindulási pont, akkor az egyértelműség kedvéért meg kell határoznunk egy megegyezés szerinti nulla szintet, ahonnan a helyzeti energiát számítjuk. Egyik alkalommal lehet, hogy a padló szintje a célszerű vonatkoztatási szint, egy másik alkalommal pedig a tengerszint. Jó, tehát itt már azt vizsgáltuk, hogy hogy tudjuk viszonyítani. A B részére rákattintotok. Ez abban különbözik ez a feladat az előzőtől,
hogy itt el vannak helyezve a testek az adott emeleten, és nekünk megvan adva, hogy mekkora a tömege a testnek, megvan adva a helyzeti energiája. Vissza kell számolnunk, hogy melyik szinten lehet, tehát ki kell számolni egyszer, hogy milyen magasan van a test, és az oldalt megjelenő magasságokból kell meghatároznunk, hogy melyik szinten lehet. Jó? Próbáljátok meg összekötni, kérnék valakit a táblához is, aki hajni, gyere, légy szíves, és egy pár testnek próbáld megtalálni a helyét, hogy melyik szinten helyezkedhet el. Jó, hát ugye az elsőnél. Hogy tudjuk megint számolni? Ugyanúgy, ahogy Melinda számolta, hogy a helyzeti energiát mivel osztjuk el? A tömeg 10-szeresével. Tehát a test súlyával. Jó, közben figyeld azt is, Hajni, hogy hol lesz melyik polcon, tehát oldalt. Jó. Jó, még keressünk egynek. Az nem lesz jó az alaksor. Ja, itt a 6 kg-os testről van szó. Jó. Jó, ez nem fog. Jó, rendben. Köszönöm. Az lesz a feladatotok, hogy otthon próbáljátok behozni ezt a honlapot, és a testeknek a helyzetét meghatározni, és a füzetbe írjátok le a test tömegét is, írjátok le, hogy mekkora a helyzeti energiája, illetve melyik szinten található. Annyi, hogy otthon akkor le kell jegyzetelnetek hozzá, hogy melyik testet a program hova helyezte el, melyik emeletre. Beszéltünk már eddig a helyzeti energiáról, számoltunk is vele. Mi volt a mértékegysége az energiának? Zsúl. Nagyon jó. James Prescott Zsúlról kapta a nevét. Következő feladatunk az lesz, hogy a Wikipédia segítségével megnézzük, hogy mi az, ami fontos dolgot találunk Zsúlról. Az lesz a feladatotok, hogy egy rövidke percet kaptok rá. Megyünk sorba, ugye beosztjuk a részeket, tehát a bekezdésenként elolvassátok, hogy az egyes adott részeket Zsúlról, és utána megpróbáljuk összeszedni együtt közösen, hogy mi az, ami fontosabb számunkra. Jó? Tehát egy szűk percet kaptok rá, hogy gyorsan mindenki a megfelelő bekezdést átolvassa. Tehát előről indulva, ugye piroskáig ki az első bekezdés, mindenki ki tudja számolni, hogy melyik bekezdés jut neki. Fussátok át azt az egy-egy bekezdést. Jó? Arra koncentráljátok, hogy a lényeget próbáljátok megtalálni a szövegben. Van-e, aki már talált valami fontosat tudna nekem mondani Zsúlról? Gerda? Megállapítottam, hogy a termált hőarányos a vezetők ellenállásának, és az áramerősség lényeg szorzatának. Jó, tehát akkor termált hőről beszélt, igen. Valamit esetleg származásáról találtatok-e? Angol fizikus volt, jó. Jó hangosan, Eszter. Milyen munkát? A hangos munkát végzett, és igen. Szóval a hűnamunkai egyenlőkének a meghatározása. Foglalkozott, azzal is foglalkozott. Jó, nagyon jó. Még valaki találta benne valami érdekeset Zsúlról? Jó, nagyon jó, akkor most már ezt is be tudjuk tájolni. Jó, következő lesz akkor a feladatunk. Megint előkapjuk a Szent Eót, és egy nagyon egyszerű kérdéssel kezdjük, azzal, hogy melyik században élt Zsúl. Jó? Ha a kezében van mindenkinek, akkor indíthatjuk a szavazást. Jó, még úgy látom, még senki nem adott választ. Na, már csak három emberre várunk. És úgy látom, hogy Zsuzsi is eldöntötte a végére. Jó. Nézzük meg, hogy mi lett az eredmény. Hát, ha figyeltetek, itt úgy látom, azért lettek benne eltérések. A helyes válasz az a C volt. És ha megnézzük, 50%-ban szavaztatok a C-re. Mindenki, aki gondolja, megnézheti, de látjátok a kis Szent Eótokon is, hogy milyen választ kaptatok rá.
Illetve azért látom, hogy születtek egyéb válaszok is, tehát az A válaszra 33% adott. Úgy látom, itt ez a század ez kicsit nehezebb volt eltalálni. És van 17%-unk, aki a B-re válaszolt. Jó. De most már remélem, hogy mindenki tisztában van vele, hogy a 19. századat tudjuk betájolni. Van még egy kérdésem, szerintem ez egyszerűbb lesz, mint amit az előbb próbáltatok. Mégpedig milyen származású volt Zsúl? Jó, indíthatom? Ha figyeltetek, akkor egyszerű lesz. Jó, úgy látom, itt már gyorsabban érkeznek a válaszok. Most még Mónikát megvárjuk. Mónika, sikerült dönteni? Igen, nagyszerű. Akkor leállítom a szavazást. Hát úgy látom, azért itt is született más válasz is. A helyes válaszunk ugye a B, tehát ha figyeltetek arra, akkor Piroska mondta is, hogy angol származású, a 92%-ban, hoppá, még egyszer, 92%-ban adtatok rá jó választ, illetve úgy látom, hogy Zsuzsi kicsit elhamarkodottabban döntött ki. Jó. Még egy játék segítségével szeretném, hogyha kicsit gyakorolnánk itt a helyzeti energiát, mégpedig, ha megnyitjátok a Colorado-nak a honlapját, jó, behozunk rajta egy következő játékot, amivel megnézhetjük, hogy hogy változik egy göldeszkásnak a helyzeti energiája. És közben még bejön Dórit, meg szeretném kérni, hogy gyere légy szíves, segítsél a táblánál. Remélem, nektek is bejött a gépem. Igen, tudjuk változtatni, nekünk még alakul, de úgy látom, hogy nektek már sikerült. A bal felső sarokban találtok egy sárga kis ikont, most már Dórinak is megjelent, amivel hozzápakolhattok még a pályához, tehát próbáljatok hozzátenni a pályához részeket. Indítsuk el fentről a göldeszkásunkat, Dóri. Jó, megvizsgálhatjuk, hogyha változtatjuk a pályát, mi történik a göldeszkással. Illetve még egy érdekessége van a dolognak, meg tudjátok nézni, hogy mi történik a Jupiteren, ha ugyanezt a pályát nézzük. Dóri, egy picit lassabban légy szíves, és nézd meg azt, hogyha elindítod a göldeszkást, vizsgáld meg légy szíves azt, hogy külön a Földön mi történik vele, illetve mi történik a Holdon. Jó, hát a göldeszkásunk el is szállt. Újraindítjuk. Illetve ha megnézitek, akkor az űrben is vizsgálhatjuk. Jó. Érdekes dolog történt, mert ugye már az elején eltűnt a göldeszkásunk. Jó. Próbáljuk meg azt, hogy mind a két végéhez még illesztünk egy-egy pályát. Itt a lányoknak már látom, hogy nagyon érdekes pályák születtek. Kinga, biztos, hogy végig fog tudni neked menni azon a pályán a göldeszkásod? Na, ez egy nagyon érdekes pálya. Nézzük már meg mind a négy esetben, Dóri, hogy halad végig. Ez volt ugye az űr, mi történik a Jupiter, és indítsd el fentről, tehát ha megfogod a göldeszkást és a pályát, a göldeszkást, és elindított fentről, akkor ugye egész szép hosszan elindult. Nézzük meg ugyanezt a Földön is. Jó, egy picit hozz lentebb a pályát. A pályát fog meg és hozz lentebb. Az egész pályára kattintasz, akkor lentebb jön. Jó, és most indítsd el fentről a göldeszkás, hogy végig tud-e menni.
Mit tapasztalunk az űr volt az előbb, az első, hogy a holdot próbáltad? Ja, űrben. Indítsuk fentről. Jó, történik-e valami? Nem. Nézzük meg ugyanezt a holdon. Jó. Még egyszer nézzük át, hogy a Földön hogy ment. Jó, és akkor még egy Jupitert vizsgáljunk meg. Jó. Mi az, amit tapasztaltatok a négy különböző esetben? Dóri, el tudnád mondani, hogy mit láttál? Mivel volt másabb? Az űrben egyáltalán nem volt. A Holdon volt, csak ott jobban. Át tudott menni ott a második huplinál? Nem. Jó. A Földön is a jobb volt, és a legjobban a Jupiternek. Az lesz a feladatotok még otthon, hogy megnézitek a Colorado-nak ezt a honlapját, és kipróbáljátok úgy, hogyha különböző pályákat építetek hozzá, ha lehet, akkor ilyen nagyon nagy kanyarokat azért ne tegyetek bele, és vizsgáljátok meg mind a négy helyen, és leírjátok hozzá a tapasztalatot, hogy a négy különböző helyen még találtok. Jó? Rendben. Köszönöm szépen akkor a figyelmet és a munkát.